Szép estét kívánok mindenkinek, remélem, hogy ma este is velem tartanak. Nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, ki merre dolgozik, mindig azt mondjuk, hogy ez nekem jó, és nekem ez tetszik, és jól érzem magam benne, csak nem biztos, hogy ez így van. A mai beszélgető társam, mert én úgy gondolom, hogy így van, hisz a hobbija a munkája a hobbija, de erre majd megkapjuk a választ. Szép estét, szervusz Katika! Szervusz, szép estét kívánok! Igen, azt gondolom, hogy én egy végtelenül szerencsés embernek mondhatom magamat, mert valóban így van, hogy 43 éve járok ugyanarra a munkahelyre, a Főtéri Könyvesboltba, időnként a Gyöngyházba, és az talán túlzás lenne mondanom, hogy nem volt a 43 év alatt olyan nap, amikor esetleg szívesebben otthon maradtam volna, de a 95%-ban mondhatom, hogy örömmel megyek be, szeretek emberekkel foglalkozni, szeretem a könyveket, kell lennél több. Mindig, és szeretek dolgozni. Mindig ezt szeretted volna csinálni? Vagy, tehát hogy kerültél a könyvesboltba? Alapvetően egy olyan családban nőttem fel, a szüleim nagyon egyszerű emberek voltak, de nálunk természetes volt, hogy újságot olvasnak, természetes volt akkor még a 50-es években ezek a 3 meg 6 forintos filléres könyvek, abból is mondjuk a klasszikusak, és én 17 éves voltam, amikor az édesanyám a Hangyába dolgozott, és akkor elrohantam, mert egy József Attila kötetet szerettem volna megvenni, akkor még volt részletvásárlás, és az az első könyvem a mai napig megvan, és valahogy aztán úgy alakult az élet, hogy a tanulmányaim során is a könyvekhez kötődtem, és 72. október 1-én léptem át a Főtéri Könyvesboltnak az ajtaját, vagy a küszöbét, és most is azt mondom, hogy én szeretem, mert az borzaszt az életbe, amikor valaki olyan dolgot kénytelen egy életen keresztül végezni, amiben nem leli örömét. Ezért mondtam is a felvezetőnél, hogy van, mikor rámondjuk, hogy hát igen, jól érzem magam a munkámban, igen. Meg jó, hogy ezt csinálhatom, igen. És közben meg mást gondolunk. Igen. Na azért ez nálad sugárzik, tehát az, hogy a bárki bemegy az üzletbe, én legalábbis azt tapasztalom, hogy nem próbálod rátukmálni, tehát csak is könyvvel menjen ki, hanem ha nincsen, akkor beszerezzük, vagy megkérdezed az érdeklődési körét. Tehát ez így természetes? Én azt gondolom, hogy az embernek az életbe korrektnek kell lenni, akárhol van. És nem igaz, hogy minden könyv jó, vagy legalábbis nem mindenkinek jó. És a legnagyobb dicséret az, hogyha valaki visszajön, és nem feltétlenül hozzám, bármelyik kolléganőmhöz, és azt mondja, hogy attól a hölgytől szeretnék segítséget kérni, mert annyira tetszett az édesanyámnak, amit a múltkor ajánlott, hogy valami hasonlót kérek. És ez nagy dicséret, azt gondolom. Meg hát természetes, hogy az ember az évek során azért egy kicsit próbálja a munkáját színesíteni, mert ez is hozzátartozik a korrektséghez, hogy nem csak abból áll a nap, hogy bejön valaki és segíthetek, vagy a hasonlók, hanem millió dolgot kitaláltunk az évek során. Erről is beszélgetni fogunk. Én arra vagyok kíváncsi, hogy a 43 év alatt mi változott az üzletben? Rengeteg. Tehát ezt már te alakítottad ki, vagy gondolom, hogy mint régen, ugye ezek valamilyen vállalatok voltak, igen. És utána... Igen. Hozzájutottál, megvásároltad, felajánlották. Hát megvásároltam volna a privatizáció során, de ez úgy volt, hogy a Művelt Népnek volt 400 könyvesboltja. Ebből a megyei jogú, tehát minden városba meghagytak egy könyvesboltot, plusz hozzácsaptak 4 jó boltot. Így kerültünk 23-an, így maradtunk tulajdonképpen egy most úgy mondom, hogy magánszemély által privatizált csoportba, és így nem nyílt lehetőség arra, hogy megvenni. Nem tudom, jó lett volna. Nem biztos, hogy én olyan nagyon ügyes vagyok gazdaságilag. Tehát így most is jó bolt vagyunk, tehát ha így mondom, akkor hozzuk a terveket, de lehet, hogy a magánzónak lenni több ravasság, több ügyeskedés kell, nem tudom. Tehát én azt gondolom, hogy a helyemen vagyok, és... Természetes, hogy nagyon sokat változott a bolt. Amikor én ide bekerültem 72-be, akkor itt a boltnak, aki tudja, ugye van egy első része, több részből áll. Gyakorlatilag ott volt egy hosszú pult, nem volt önkiszolgáló rendszer. Idősebb kollégákkal dolgoztam, és biztos bennem van ez az állandó változtatási vagy átalakítási vágy,
ma eljutottunk odáig, hogy ahogy a kedves vevő belép, és az a pont a raktár, ahová már elvileg a mi szentélyünk, vagy iroda, 20 méter távolság. Tehát folyamatosan bővültünk, mert nyilván ezt kívánta a forgalom, kívánta a nagyon sok könyv megjelenése. Valamikor egy év alatt megjelent mondjuk 1000-1200 könyv, illetve volt 20 kiadó. Most van 2000 kiadó, és a könyveknek a műszámot mondom, és ebben nincs benne a tankönyv, 12-13 ezer. Ez egy kicsit talán sok, azt nyilván egyéni kérdés, hogy kinek mi a sok, ugye, mert minden szerző a sajátját tartja a legjobb műnek, és ehhez kellett bővülni is. Tehát folyamatos átalakítás történt a főtéren, illetve hát ugye a folytatást, és mindenki tudja, hogy 2006-ban, amikor megnyílt a Gyöngyház bevásárló központ, akkor a tulajdonosunk, ugye mi Líra vagyunk most, Líra Könyv Zrt-hez tartozunk, Kolosi Tamás a tulajdonos, akkor úgy döntött, hogy szeretne még egy boltot a könyves vagy a városba, és akkor ott a földszinten vásárolt egy üzlethelyiséget, ami ez már ilyen tulajdonosi szemlélet, hogy egyszerűbb, ha mind a kettőnek egy főnöke van, egy fizetés, tehát az is én hozzám tartozik. Mit szeretnek jobban az emberek? A hagyományos, bemegyek, az a környezet, az a millió, vagy pedig ez a nagyvárosi bemegyek, és akkor világos minden, szép, le tudok ülni, stb. Megnézem a könyvet, és rohanok tovább, és lehet, hogy átmegyek a gyógyszerterbe, a élelmiszerüzletbe, bárhova. Tehát melyiket szeretik jobban? Én azt gondolom, hogy bár vannak vevők, akik mind a két boltunkba járnak, de a vásárlási szokások mégiscsak mások. Tehát aki a főtéri könyvesboltba jön, az egy tudatos döntés. Most nem az, hogy lenyomom a kilincset, és ott nincs ajtó, de akkor az egy elhatározás, hogy én bejövök, és veszek a gyerekemnek egy mesekönyvet. A másikba, a Gyöngyházba, ott megyek az ABC-be, megyek a trafikba, egy pillanatra meglátom a kirakatban mondjuk a Tesco Titok című könyvet, és akkor most nem is egy irodalmi műről beszélek, egy átlag olvasóról, és kíváncsivá tesz. Bemegyek, tán nem is köszönök, mert nem mindig szoktunk, legyünk őszinték, leveszem a polcról, odaviszem a pénztárba, már itt se vagyok. Tehát más emberek járnak. Na most a főtéren, ahogy az elején is mondtam, ott azt gondolom, hogy talán a tudatosabb vásárlót, én nem szeretem a modernséget olyan értelemben, hogy mindig elmondom a kollégáimnak, hogy ha valaki bejön, akkor egyrészt köszönni kell, másrészt megkérdezem, hogy segíthetek-e. Sokan azt gondolják, hogy ez ilyen tolakodás, de ennyi. Tehát ha ő azt mondja, hogy köszönöm, nem, akkor én kettőt visszalépek és békén hagyom, de ezzel én is úgy vagyok, hogyha én bemegyek egy üzletbe, akkor elvárom, hogy észrevegyenek, hogy bejöttem, és ennek ez a formája. Na most a Gyöngyházban ez egy kicsit másképpen zajlik, de ez egy más típusú. Azzal együtt mind a két helyen sokat vagyok, és szeretek a Gyöngyházban is lenni, de talán ez a két fő különbség a két üzlet között. Ha jött volna egy kis angyalka, és azt mondja, hogy Katika, te most válasz mást, lehetőséget a palettából, hogy te most ne könyvekkel foglalkozz, akkor mivel szerettél volna foglalkozni? Talán pszichológia, de olyan szerencsém van, hogy ez itt megadatik, mert hogy az ember az évek során nagyon sok ismerőst szerez, nem mondok barátot, mert az egy kicsit más kategória, de sok olyan vásárlónk van, akinek mondjuk akkor született a gyereke, mint az enyém, már az unokájának jön mesekönyvért. Tehát ma pont azért, mert nincsen olyan sok vevő, tehát valaha egy könyvesboltba egy napi 50 vevő bement. Ma 15, nagyon jó, ha 20 vevőnk van, több az idő egy emberrel foglalkozni, egy vásárlóval foglalkozni, több idő van beszélgetni. Na most a sok ismerős, természetes, hogy az ember megkérdezi, ha szomorú, megkérdezi, ha nem mondom, hogy mindenkivel olyan szinten kibeszéljük az életünket, de jobban vannak emberi kapcsolatok, és alapvetően azt gondolom, hogy nekem a könyv, meg az, hogy egy kicsit a másikat megismerni, a másikról tudni, nem kíváncsiság szinten, tehát nem feltétlenül kérdezem meg, ha fekete ruhába jön, de
de megkérdezem, ha látom, hogy ragyog a szeme, hogy most minek örül. Említetted az időt. Az idő, az hogy sikerült összegyúrni, hogy sikerült összehozni a munka mellett, hogy a két gyönyörű lányod van, és négy unokád? Hát a lányaim, én azt tehát hiszem... Tehát hogyan tudtad összeegyeztetni? Azt gondolom én, hogy egy kicsit az ember az életével ad példát. Nagyon szerencsés vagyok, nagyon helyes és nagyon becsületes, munkaszerető lányaim vannak. Ezt azért teszem hozzá, ez a munkaszeretőt, mert itt egy kicsit lehet, hogy hamisannak tűnik az, hogy én ennyire szeretek dolgozni, de hozzátettem, hogy szerencsém van. De van egy olyan latin mondás, ugye, hogy nem múljon el nap munkanélkül. Na most sok mindent tekinthetünk munkának. Nyilván, aki esetleg szalagon dolgozik, most bocsánat, én nem próbáltam, lehet, hogy ez egy nagyon monoton munka, lehet, hogy annak is megvan a szépsége. Nekem olyan szerencsém van, hogy ilyet választottam. Na most a lányaim mindig azt látták, hogy anya dolgozik, és ugye én már nyugdíjas vagyok, és mégis dolgozom, mert szeretek dolgozni, és ezt természetesnek fogadják el, és valahogy én ezt a mintát adtam, hogy az életben meg kell találni azt a helyet, ahol jól is érzed magad, és úgy dolgozol, és hát a Zsófi lányom is, meg a Rita is, mind a ketten, én azt gondolom, megfelelnek a munkahelyükön, és ugyanezt látták, ugyanezt viszik tovább a négy unokáim felé, ezt remélem. Ugye, hogyha nem akarom kiemelni, de hogyha ki kellene emelnem, tételezzük fel, akkor ugye Zsófiról többet lehetett hallani, igen. Hisz azért ő egy olyan pozíciót kapott, ami itt a magyar médiákban azért... Ez egy nagy szó. Igen, mind a két lányom becsvágyó, nyilván Pesten nagyobbak a lehetőségek, meg olyan értelemben nagyobbak, hogy a Zsófi egészen fiatalon elkezdett nyelvet tanulni. És ugye ő szokta mondani, és bocsánat itt, ha senkit nem megbántva vele, amikor azt mondják, hogy te milyen jól tudsz angolul. És akkor erre ugye el szoktuk mondani, hogy hát igen, hetedik osztályos volt, amikor először egy magántanárhoz elküldtem. Ez idő volt és pénz volt. Aztán szerencsés volt, és sokat emlegetem a szerencsét, mert úgy hozta a jó sorsa, hogy kikerült Amerikába, középiskolába. Aztán már főiskoláról pályázott ugyancsak, és kinyárhatott. De itt az alap az első, hogy akarni, hogy becsvágyónak lenni, és nyilván Pesten nagyobbak a lehetőségek, és ő élt vele. A Rita lányom a főiskolán dolgozik, és hát azt gondolom, hogy le a kalappal előtte is, ő is kiválóan beszél angolul, de mások voltak a lehetőségei, mert ő itthon tanult. Az unokáimat meglátjuk. Katika, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és egy kicsit közelebbről is megismerhettek, de én úgy gondolom, hogy téged mindenki is. Köszönöm szépen. És remélem, hogy megfogadják önök is azt, amit Katika mondott, hogy mindenki találja meg azt az utat, amit szeretne. Köszönöm, hogy velem tartottak, legközelebb is találkozunk. Szép estét!